sziasztok, sziasztok! Esztergomba lesz a következő FanFest, ahol velem is kislés, még sok más videóssal is találkozhattok. Szóval gyertek el az Esztergombi FanFestre, most azonnal jelentkezz, ami még tudsz jönni, és van jegy, szóval siess. Gyerünk, jó, meg lesz, üsk a fát. Gyerünk, bányászunk. Mi megint? Csá, sziasztok! Éppen építek magamnak valamit, de nem mondom valamit. Mit? Hát akkor nem fogunk hagyni egy építést. Hopp, felveszem én. Na, jó, oké, faházat csinálok magamnak. Faházat? Te tudsz építeni, nem is tudsz építeni. De tudok építeni! Azt tudod, hogy kell használni a kalapácsot. Minek neked? Mi az, hogy ne tudnám? Figyeljetek, kell csinálni ilyet. Várjatok, így. És akkor ebből, ha minden igaz, lesz létra. Létra? Hát ez kerítés. Jó, mindegy, na félre craftoltam, jó? Mindenki hibázhat. Jó, nem gond, elnézzük, kezdjük, akarom mondani ilyen nubor. Milyen kezdők, profi vagyok. Ja. Na, csinálok egy lépcsőt. Szerintem csukott szemmel jobbat tudnék építeni. Szerintem én még nem is építettem, de már jobbat építeni. Jó, ezt képzeljétek el lépcsőnek. Az hogy lépcső? Ne érdekeljen, jó? Nem, most faházat csinálok, hagyjatok! De hogy csinálsz faházat lépcső nélkül? Jó. Miért csákányra vágod a fát? Mert ezt direkt azért csináltam, de most miért vesztek el? Ti úgyse tudnátok ilyen faházat csinálni, mint én, hogyha még akarnátok se. Csúkott szemmel megcsinálom ezt a faházat, mindjáról beszélsz. Igen, persze, hogy ne. Így a fát. Na jó, tudjátok mit, oké, akkor senki egy versenyt! Ki az, aki jobb faházat csinál? Ba estéig! Jó. Délutánig. Jó. És milyen eremény, aki a legjobbat csinálja? Aki a legjobbat csinálja, az mondjuk egy hétig a másiknak, tehát akik vesztenek, azok egy hétig a másiknak a csicskái lesznek. Jó. Jó, oké. Okay. Ez easy. Jó. 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 Menjetek innen, jó, ne leskelődjetek, tervezek! Hú, na jól van. Oké, srácok, oda kell vernünk őket ebbe a faház építő versenybe. Semmi esők nincsen meg, hát, mert hát, igen, hát profi vagyok. Még ezt a csákányt, ezt ne nézzétek, ezt mondom, ez egy létra, jó? Ezt mindenki elképzeli létrának. Látjátok, figyeljetek, varázslat. Szóval figyeljetek, nézzétek, varázslat. Ez itt most egy létra. Vágó léci. Na, szóval, látjátok, működik. Nos, menjünk, és mit csináljunk? Nem tudok faházat építeni, rájöttem. Nem tudom, nincsenek ilyen amazonos vagy vises ilyen faházak, amiket lehet rendelni? Menjünk el a Tesco-ba. Ott a múltkor láttam ott a hirdetésben valamit, ami tök jól nézett ki. Szóval menjünk el a Tesco-ba, és akkor vegyünk magunknak egy faházat. Szia! Hello! Ja, nem a Tesco-ba a faházat venni. Ja, Fire megy, hagyjad! Igen! Ja, Fire! Igen, nem faházért a Tesco-ba. Na, sziasztok! Amúgy ki is, na, valami faházat említett, hogy Tesco-ba vásárolni, de ott lehet vásárolni? Hát, fát, azt lehet. Hát nem fa, mondjuk lehet Fireman, nem tudom. Várja, attól tartok, én szerintem le fogja csalni. Várja. Nézd meg, hogy várulnak-e. Faház 5x5 méter, lehet venni. Többféle, azt mennyi féle van, hallod, vegyünk már. De nem, tuti, ő akar venni, menj, gyere. Mi? Dani akar venni, azért ment el. Vásárolni fog faházat is, meg fogja nyerni. Már, de mit vásárol, én fogok vásárolni. De vásárol, nem vásárol, hanem meg kell szivatni, ha már csalni akar. Na, megérkeztünk a Tesco-hoz, úristen, de jó faházak vannak, nagyon-nagyon választék, tök menő. Ó, itt egy lámpaoszlop, de menő. Na, hol van vajon az árus? Hello? Jó napot! Jó napot! Sebi vagyok. Sebi? Sebi, igen. Szia Sebi! Akarok venni egy faházat. Milyen faházat? Minek kell faház neked, Dani? Kedves vásárló. Igen, sokszor jártál ide, én megláttalak. Jó, nem tudom, nekem nem vagy ismerős, mondjuk. Úristen, de eléggé vilös szagod van, nem mindegy. Mit szeretnél, faházokat? Hát mutathatok itt neked párat, van itt ez a nagyon olcsó. Vagy milyen árukategóriát szeretnél? Igazából, nem tudom, kisnek vagy a kutyámnak a húsait elloptam és azzal fizetnék, van nálam egy csomó. Nem tudom, hogy ez... Mi? Ez mi volt? Ja... Nem tudom. Lehet, hogy ez a lámpaoszlopot nagyon nyekereg, vagy nem tudom. Jó, oké. Benne vagyok abba, hogy azzal fizessen, de milyen kategóriát szeretne? Ilyen nagyon luxus, vagy inkább... Ezt meg lehet venni? Hát ez nagyon, ez a legdrágább. Hát figyelj, van a... Nézd, egy csomó húsát elloptam, van egy csomó.
Hát meg lehet venni, igen. Mutassam be önnek, hogy mit lehet itt bent csinálni. Igazából megnézhetjük, jaj, hát érdekel. Itt van bent egy kis étkező rész, egy kis konyha, hűtőszekrénnyel. Van itt egy zongora is. Ja, tök menő, látom, tök király. Van az emelet, jöjjön fel, ezt is megmutatom akkor. Igen? Itt van a háló rész, ami külön alakítva, egy kis de gép. Menő, Jurassic Park, Batman, minden ilyen. Igen, és itt a WC, meg egy kis terasz. Igazából ennyi, ez egy kis szolíd kis faház. Na jó, na oké, okay, szóval... Jó lesz? Ja, igen, ez így megfelel, köszönöm rendben, szépen. Köszönöm szépen a vásárlást. Elviszi majd, pedig... vagy vigyük el? Igazából elvihetjük, ja. Vigyük el? Ja, szállítassuk el, oda egy fára akarom felrakni, megoldható? Jó, kiszállítjuk, oké. Okay. Oké, okay, köszönöm, viszlát! Viszlát! És srácok, megérkezett! Megjött a rendelés! Itt vagyunk a világ legnagyobb faházában! Egészség! Ez mi volt? Ezt ki csinálta? Nagyon furcsa hangokat hallok. Jézusom! Jó, ez kezd nekem nagyon gyanús lenni. De hát, hogy nem vagyok egyedül? Na jó, nem, ez biztos, hogy csak kamu. Mindegy, visszajönk az erkélyre és menőzünk tovább. Hány óra van? Nem, még bőven van időnk, jól van. Hát a többiek még biztos, hogy még építgetek össze-vissza. Én meg közben itt menőzök. Szóval a világ legnagyobb faházában! Hú! Nagyon menő. Na, szóval. Kéne valamit csinálnunk. Mondjuk, nem is tudom, WC-ben minden oké, és jó, nem tudom, kicsit WC-zek. Nem, amúgy lezuhanyzok. Na, zuhanyozzunk le, Shelly, lalalú, lalalala, lalalala, ha, nagyon király. Imádom ezt a új házat, tökő minden, van tükör. Tök menő. Ha, de jó hajam van, nem is láttam még idáig. Ha, de mindegy. Szóval, mi van még itt lent? Nézzünk körbe, hogy még mik rejtőznek vajon itt a faházban. Zongora! Kicsikét zongorázzunk, szóval! Nagyon menő! Tudok zongorázni! Itt van egy tök menő konyha. Amúgy hány szék van már? Mi az Isten? Eltűntek a székek. Jó, ez nagyon furcsa volt. Mindegy, jó. Inkább megyek és szedek valami kaját, vagy valamit, nincs itt semmi. Jó, nem, van itt van itt ilyen kis szalám és hús, ez jó lesz. Eltűnt a hűtő! Hol tűnt a hűtőm? Na jól van, lerakjuk ide a kajánkat, megeszek egy hamburgert. Nincs itt van senki? Nincs itt senki vajon rajtam kívül? Jó, nem tudom, remélem, hogy nincs itt senki. Szóval, megesszük a finom hamburgerünket! Hú, nagyon jó, áú! Valami megütött. Mi ez? Nem tudom. Valaki talán lehet, hogy itt van. Nem tudom, nagyon furcsa, van itt egy pizza is. Inkább vegyünk pizzát? Lehet, inkább pizzát kéne kajálni. Nem mindegy, hamburger nem kell. Várjatok, nem kell hamburger, jó? Kell pizza. Na jó van, kajáljunk, semmi nem áll itt meg! Mi ez? Mi ez a hal? Valaki meglőtt! Kilövöldöz! Kilövöldöz, haló! Van itt valaki? Miért van nyitva az ablak, becskom? Nem tudom, miért nyitódott ki, de nagyon furcsa. És kilövöldöz engem? Megint kilövöldöz! Halló? Halló? Van itt valaki? Nincs senki szerintem. Na jól van, mindegy. Lehet, hogy csak képzelődök. Na jó, hagyjuk ezt a kajálást, elment az étvágyam. Menjünk fel gépezni, én azt mondom. Menjünk egy jó kis ségút. Na, szóval. Igen, globál elit, igen, belépés. Ilyen szó... Kis noob. Oké. Mi? Hova tűnt a laptopom? Mi történik velem? Ez lehet, hogy egy szellem járt a ház. Jó, ha ez egy szellem járt a ház, akkor nem tudom, adj jelet. Meglőtt valami. Jó, ha ez egy szellem járt a ház, akkor mi a neved? Meglőttek megint. Na jó, utolsó teszt. Ha ez egy szellem járt a ház, akkor ne csinálj semmit. Ez egy szellem járt a ház. Segítség! Felgyújtjuk! Nem kell! Megöljük a szellemet! Haha! Így jártál! Várjatok! Jó! Nem kell senkinek egy ilyenhez! Úristen! Úristen! Segítség! Jó! Ég az egész! Jó van! Nem jut ki innen senki élven! Hol kell menni? Várjál, elfelejtettem. Jó, itt. Gyerünk, menjünk le! Jó, oké. Okay. Elmesélem a Szabiéknek, nem fogják nekem elhinni. Szabi! Szabi! Merre vagy? Szabi! Én kérdítem a házamat! Gyere! Hova? Várjál, ide az én házamhoz, gyere! Nézd!
Figyelj, elmondom neked, mi történt. Figyelj, csináltam egy ilyen nagy faházat. Igen. És volt benne egy szellem, és felgyújtottam. De most elégeted a faházadat? Alig tudtam kimenekülni, mármint alig. Mi? Alig tudtam elnézni, mert nagyon látványos volt a felgyújtás. Hát akkor... az a baj, hogy az egész erdő le fog égni. Hát srácok, igazából erre csak egy megoldás van. Na? Micsoda? Hé! Ez az enyém! Ezt nem adom! Nem is értem, nem tudom miért ég. Úristen! Nem adom! Nem nyertél, nem nyertél! Srácok, ez úgy tűnik egy igazságos döntetlen. Milyen igazságos döntetlen? Na jó, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Írjátok! Mi csináltál? Semmi. Te csaltál? Kis nem is épített, én építettem a tiéd megeléget, én győztem. De nem is, ezt honnan tudjátok? A csicskáim vagytok, Nem igaz, te nekem! Na, sziasztok srácok!